Békirály Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Békirály Györgyi ékszereiről a Meril divatárú és ékszerüzlet gondoskodik. Ízületi negyed, fejfájás utca, betegségfalva, akut sugárút, krónikus körút, gyulladás híd, túlsúlyos sugárút, gyógyulás körút, egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Köszöntöm nézőinket az egészségtér mai adásában. Hát, maradjunk annyiban, hogy egy érdekes dologról, a cápamáj olajról beszélgetünk, és már is mondom, hogy ki a beszélgető partnerem, dr. Tihanyi István orvos, akit egyébként nézőink már ismerhetnek, hiszen ültél már az egészségtérben egy-két alkalommal. Ugye, hogyha ezt a cápamáj olajat elkezdjük venni, akkor ezt nagyon régóta ismerik az emberek, hiszen ismerték az ókori Kínában, ismerték a japán szamuráj harcosok. Mire használták? Hát ők mire használták? A szamuráj harcosok a immunitásukat, akkor tehát inkább az energia pótlására erősebbek lettek, szívósabbak a sebeik. Hogy jobban tudjanak küzdeni? Persze, a sebeik gyorsabban gyógyultak, nem betegeskedtek. Tehát ők az örök élet elixírjának tartották a cápamáj olaját, vagy kivonatot. És hát az ókori Kínában is alkalmazták, de hát mivel elég drága dolog volt, úgyhogy csak a császári család tudott hozzájutni. Körülbelül az... Hát mennyivel jobb a helyzet, mert ma már azért bárki. Hát igen, szegény szápáknak nem annyira. De... Hát igazad van, tehát attól függ, hogy honnan nézem. Igen, van, de hát azért körülbelül az 50-es évektől kezdték el, 1950 óta kezdtek foglalkozni a cápamáj csodálatos hatásával, és kutatták, hogy miben rejlik ez a gyógyító hatás, mert hát kiderítették már akkor, már biztosan tudták, hogy például a cápák nem betegeskednek, daganatos betegségben nem szenvednek. Éppen azt akartam mondani, hogy azt ugye tudjuk, hogy a kutyák, a macskák, az egyéb állatok sajnos meghalnak rákban, és milyen érdekes, én is azt találtam az interneten, hogy a cápák meg nem. Tehát akkor kell legyen valami olyan vegyület az ő szervezetükben, a májukban, ami ezt megakadályozza? Így van. A természetben ez nem egyedülálló, mert hát például vegyük a szójában is van ugye egy ilyen anyag, amit genisztejének hívunk, és hát tudjuk, hogy természetes rákellenes hatás arra is használja a szója, csak ez bonyolult, de a cápa is megtalálta a módját, hogyan védekezzen az ilyen génhibák ellen, ami ugye a daganat az egy génhiba. Szabad ne felejtsd, mert még azt is találtam az interneten kutakodva, hogy a csendes óceáni nukleáris atomrobbantást is túlélték. Tehát, mármint a cápák. Tehát, hogy nyilván fantasztikus immunrendszerük kell, hogy legyen. Hát, mert ez az olaj, tehát nem csak a daganat ellen véd, erősíti az immunrendszert, vírus ellen véd, véd baktérium ellen, véd gomba ellen, tehát az összes kórokozó ellen, és hát például kemoterápiás esetén javítja, csökkenti a kemoterápia mellékhatásait, tehát egy méregterenítő hatása is van, és védi a csöntvelő egészséges sejteit, közben hozzásegít, hogy jobban hasson a kemoterápia, például egy daganatos beteg kezelése során, és hát a sugarat miért ér, mert hát egy erős sugárvédő, egy nagyon erős antioxidáns, és például aki sugárterápiát kap, azoknak kifejezetten javasolt, nagyobb dózisú cápamáj kivonat, azáltal, mert jelentősen csökkenti a sugár negatív hatását, és nem védi a rákos sejtet, hanem inkább hozzájárul, hogy a rákos sejtet, ez a sugár elpusztítja.
Egyébként nyilván beszélünk még a cápaolaj különböző hatásairól, meg hogy mi minden tartalmaz még, de azért engem az érdekelne, hogyha már most te erről ilyen sokat tudsz, meg ilyen lelkesen beszélsz róla, akkor vajon te magad kipróbáltad? Szeded? Szedted? Ez természetesen én is, és az egész családom. Hát ha valamiért ilyen, ahogy mondod, lelkes vagyok, akkor azt kutatom, keresem, megpróbálom megérteni a tudományos magyarázatot, találni ezekre az úgynevezett csodás hatásokra. És hát rengeteg kutatási eredményt olvastam át, néztem, bizonyíték van már arra, hogy hát ezek ellen, tehát a vírusok, a baktériumok, kórokozók ellen véd, erősíti az immunrendszert, hiszen az anyatejben is az egyik összetevője a cápamáj kivonatnak, az alkilglicerol. Hogy kell mondani, még egyszer? Alkilglicerol. Alkilglicerol? Igen. Aha. Hát ez egy család. Alkilglicerolok az egy család, a lánc lipid család, tehát egy zsír család. Uh-huh. Ugye az a cápamáj olaj, tehát az is egy zsír, egy lipid. És hosszúságoktól, lánchosszúságoktól függően vannak felosztva, de az összefoglaló nevük, ezek a családnak az alkilglicerolok. De várj egy kicsit, mert találtam valami érdekes dolgot erről, és akkor ezt azért én felolvasom, nem azért, mert te nem tudod, hanem hogy segítsek a nézőinknek is. Dr. Astrid Brolc, svéd orvosnő, aki az 1950-es években a stockholmi gyermekkórházban dolgozott, férjével, Sven Brolccal, a neves biokémikussal, kimutatta, hogy a csontvelő aktív anyaga az alkilglicerol, így mondtad az előbb, igen, amely nagy szerepet játszik az immunrendszer működésének fokozásában. Ezek után természetes forrást kerestek. Kiderült, hogy az anyatej 10-szer annyi alkilglicerolt tartalmaz, mint a tehéntej, és ez feltehetően nagy szerepet játszik a csecsemő immunvédettségének biztosításában. Az irodalmi kutatások végül a cápamáj olajhoz, mint az alkilglicerolban leggazdagabb alapanyaghoz vezettek. Így van. Tehát akkor azt jelenti, hogy a cápamáj olajban van a legtöbb ebből? Hát nagyon érdekes, ugye, mert anyatejben található zsíroknak a 0,1%-a az alkilglicerol, tehát lipidek. Egyébként az anyatejben mindössze 4%, tehát 0,4% zsír van, ennek csak a 4%-a az alkilglicerol. Akkor most már akkor azt is tudjuk, hogy miért olyan fontos, amikor azt mondják a szülészek, nőgyógyászok, dietetikusok, orvosok, hogy az Isten szerelmére szoptasd a gyerekedet a szülőmamának. Mert hogy nem ugyanaz van benne, mint a tápszerben, az anyatejben. Az biztos, hogy nem ugyanaz. És hogy a csecsemő immunrendszerét tényleg azzal erősítem, hogyha szoptatom. Azzal lehet a legjobban erősíteni, tehát azt ma már a WHO azt arra úgy fogalmaz, hogy 3 éves korig lehet szoptatni. Magyarországon mi ajánljuk, hogy legalább 1 éves korig, aha, de 1 éves korig szoptatni kell. Hát sajnos van, akiknél ugye különböző okokból abban marad, ott komolyabb problémák léphetnek fel a gyerekek. Ezek a gyerekek hajlamosabbak az allergiára, aszmára, hajlamosabbak az autoimmunbetegségekre. Tehát azáltal, hogy csak szoptatja, az anyatejet kap a csecsemő, azáltal már a jövőbeli felnőtt sorsát alapozza meg, tehát egészségét alapozza meg az anya, hogy szoptatja a gyermeket. Tehát lehetnek később különböző problémák, de az Isten szerelmére legalább minden anyuka próbálja meg. Így van. Hát, ha sikerül. Így van, így van. És hát lehet ezek szerint most a természethez is segítséggel fordulni, ugye hát és pont a cápamáj ebben egy nagy segítség. Én is, ahogy mondtam, mint a családom is próbáltuk, és hát elkerül minket. Tehát, hogy általában immunerősítőként, vagy pedig... Megelőzésre, prevenció. Aha. Megelőzésre. Nem ugye, hát, mint orvos, én is, a feleségem is orvosok vagyunk. Uh-huh. Hát állandóan ugye influenza szezonban, hát mi találkozunk a legtöbb beteg emberrel. Na most, hogy elkerüljem ezt az influenzát, én a
cápamáj gyógyító erejéhez nyúltam, és hát hál' Istennek most évek óta nem vagyok beteg, nem kapom el az influenzát. Ha mégis van valamilyen kisebb fajta légúti hurutom, vírus, mármilyen vírus, mert azért akarva... Te is emberből vagy. Én is emberből vagyok, és hát csak beszedem valahol ezt, beszippantom ezeket a vírusokat. Körülbelül egy nap alatt gyógyulok. Nagyon gyorsan kitűzöm. Nagyon gyorsan. Tehát lehet tudom küzdeni. Nem fekszem ágynak. Tehát akkor prevencióképpen is jó, igen, megelőzésre is jó, igen, meg ugye akkor is jó, ha már beteg vagyok, mert akkor hát, is ha már beteg, akkor már gyorsítja a gyógyulást. Hogyne, tehát az egész anyagcsere folyamatokat is aktivizál. Az alkilglicerol csak az egyik összetevője, tehát van benne más összetevők is, ami hát jelentősen különbözik. Ugye, az antioxidánsokat mondtad. Az antioxidánsokat közül például a proantocianidin is benne van, ami ugye a legerősebb antioxidánsnak van titulálva, és hát az növényi világban a normandiai fenyőben van ugyanez az anyag, ez megtalálható a cápamájában is. Egyébként azt azért tegyük hozzá, hogy olyan sokat beszélünk az antioxidánsokról, hogy az azért jó, mert a szabad gyököket tudja ártalmatlanítani. A szabad gyökök meg mit csinálnak, ami rossz nekünk? Hát akár a daganatos betegségeket is kiváltják, de minden féle stressz is okoz szabad gyökfelszabadulás, és kevesen tudják, hogy ez az antioxidatív hatás az étkezéssel is lehet csökkenteni, hogy ezért szedünk mi vitaminokat, E-vitamint, mert azoknak is az antioxidáns hatásuk szelén, nagyon erős. C-vitamin az szelén, jó, mint antioxidáns? Szelén, C-vitamin nagyon jó, A-vitamin, ezek erős antioxidánsok. Na most a cápamájban is található nagy mennyiségű E-vitamin, nagy mennyiségű szelén, ugye hát egyébként szelén szegény a mai táplálkozásunk, ezért kell pótolni a szelén. A szelén egyébként mire jó még azon túl, hogy antioxidáns? Mit tud? Ha már szóba került. De hát ha már rengeteg anyagcsere folyamatban szükséges a szelén, aktivizálja például akár a pajzsmirigy működését, lelassítja az autoimmun folyamatokat, az erekre, érhálózatra nagyon jó hatással van. Úgyhogy hát ez egy fontos nyomelem, és nélküle hát elég sok betegségben szenvednénk. Akkor a cápamáj kivonatnak köszönhetően, ugye a gyermekeim is, meg egész kiskoruktól szedettem velük, ugyanolyan tapasztalatról tudnak beszámolni, mint amit mondtam az előbb, hogy elkerülte őket is ezek a szezonális vírusos fertőzések elkerülték, és ha mégis beleestek, akkor nagyon gyorsan és mindenféle gyógyszer nélkül egy-két nap alatt talpra álltak, és nem hiányoztak az iskolából. Azért milyen érdekes, hogy létezik egy élőlény ott a mélytengerekben, és most szándékosan mondtam a mélytengereket, mert ugye arról is válthatunk néhány nyilván szót, hogy ha jól tudom, akkor a grönlandi cápák grönlandi mélyvízi, mélyvízi, mélyvízi cápák májából, mert az az egyetlen tiszta halolaj, ugye? Igen, mert hát nézd meg néhány filmet, környezetvédő Greenpeace filmeket, hogy néznek ki hát a felszíni vizek, és hogy mi minden van a tengerben, gyalázat. A lazacot se szabad tudjuk úgy fogyasztani, hogy ne féljünk, hogy hát az egy szennyezett hal, hiába van tele antioxidánsokkal ugyanúgy, és omega-3 halolaja. Hát lehet, hogy mással is tele van sajnos. Hát ez sajnos, mi tehetünk arról, hogy így el van szennyezve az egész környezet, és nem csak a levegő, a talaj, hanem az óceánok víze is. Úgyhogy most már mélyvízi cápának a máját kell ahhoz feldolgozni, hogy tiszta és gyógyító hatású olajra tegyünk szert. És az viszont nagyon érdekes, hogy ennek a cápának a test súlyának körülbelül a 25-30%-át teszi ki a máj. Akkora? Akkora a mája.
Na várjál, és egy ebbe... cápa hány kiló? Hány mázsa, hány tonna? Hát különböző nagyságúak, de hát azok olyan mázsás nagyságú. Tehát abból 30 kiló máj, vagy 25 kiló a mája. Na most a májban 90% a cápa máj olaj. Tehát annak a hatalmas májnak, amiről beszéltünk, a nagy része olaj. A nagy része olaj. Hát ezt most azért jó, hogy elmondtad. És ezért van egy gram cápa máj olajban 300-szor több mennyiségű alkilgliceron, mint egy gramnyi anyatejben például. Azért jó, hogy ezt elmondtad, mert azért az emberben csak van, vagy hát legalábbis bennem, miközben itt rengeteg előnyéről beszéltél ennek a dolognak, valamik is lelkiismeret fótalás, hogy most mi azért megöljük a cápákat, hogy mi egészségesek legyünk a cápamájolajtól. Hát ezen legalább egy leheletnyit könnyít az, hogy nem ilyen pici májuk van szegényeknek, hogy sokat kelljen megölni, hanem hogy legalább nagy darab az a máj, és sok az olaj benne. És kevés kell ahhoz, hogy mi gyógyító hatást, vagy jótékony hatást tapasztaljunk. Úgyhogy kevés kell belőle. Mert nekünk annyi is elég. Uh-huh. És az is képes már ki. Úgyhogy kifejteni a pozitív hatását az immunrendszerünkre, a segíteni egy vírusfertőzésen, vagy pont egy daganatos betegséggel való küzdelemben. Azt olvastam valahol, gyorsan ki is keresem, hogy Svédországban, Finnországban és Európa számos más országában a házi orvosok, természetgyógyászok szívesen használják a krónikus hörkorút, visszatérő ormellékürekgyulladás, középfülgyulladás megelőzésére, illetve kiegészítő kezelésére. Tehát, hogy akkor krónikus betegségeknél is számottevő lehet. Tehát ott ugye, amikor már a szervezet azért válik krónikusá, időlté egy heveny gyulladás, mert a szervezetnek a hozzászokik, és nem tud már olyan aktívan védekezni ellene. Ilyenkor ugye pont az immunitást kell aktivizálni, és mit csinál a cápamájolaj? Aktivizálja a fehérvérsejteket, azokat a katonákat, amit az immunrendszer szokott bevetni mindenféle ellenség ellen, tehát a vírusok, baktériumok és ellen. És jönnek a kis gyilkos fehérvérsejtek? Így van, hát úgy is hívják. Ezek a killerek, az ölősejtek. Az a dolguk ugyanis. Így van, és azokat aktivizálják, és ezáltal érjük el azt, hogy az immunrendszer le tudja küzdeni ezeket a betegségeket. Ugye a killer sejtek a daganat ellen is nagyon nagy szerepet játszanak, daganat elleni harcban is. Úgyhogy, hogyha még ez az olaj hozzá segít, hogy ezt a maszkot, amit a daganatos sejt használ, hogy elbújjon, hogy ne ismerjék fel őket ezek a katonák. Hát ezek állarcot viselnek, így van, ezek a ronda daganatos sejtek. Ezt az állarcot lerántja róluk, úgymond, és hát itt a killer sejt, egy aktív killer sejt rögtön fel is ismeri, és elpusztítja a daganatos sejt. Mióta létezik Magyarországon ez a cápamájolaj kapszula? Körülbelül 20 éve már létezik Magyarországon. Tudomásom szerint így aktívan a forgalomba 15 éve kapható. 20 éve már létezett, de addig csak behozott, külföldről behozott, elsősorban a skandináv országok. Hát igen, mert nyilván arra felé állítják elő. És te mióta használod? Én 12 év óta használom, pontosan tudom, és azóta rendszeresen, mert körülbelül én sem az első kapszulával ismerkedtem meg, ami bejött Magyarországra, hanem egy kis idő el kellett, hogy teljen, amikor maguk a pácienséi mondták, hogy hát igen, nekünk ez nagyon segített a gyógyulásban. Épp ezt akartam kérdezni, hogy ugye a beszélgetésünk elején azt már mondtad, hogy te használod, a családodnak adod. Milyen tapasztalatokra tettél szert a betegeid körében? Hát a felsorolt betegségekben ez igazolta magát. Ezen kívül asztmás betegeknél nagyon hatásosnak bizonyult. Fényérzékenység ellen is nagyon jó, mert nem csak a röntgensugár meg a
kobalt puskának ugye a daganat ellen és sugár ellen védi a sejteket, hanem az UV-sugárzás ellen is véd. Akkor bőrbetegségek, hát olyan, mint a pszoriázis, hát jelentősen javul a pikkely sömör. Ez komoly? Így van, tehát azt vettem észre, hogy ott is, hát komplexen bevethető, egymagában természetesen nem fogja leküzdeni ezt a betegséget, ugye, mert hát itt, de viszont a kezelés során sokkal jobb eredményeket értem el, akkor, hogyha bevetettem még a cápamájolajat is, tehát be a komplex kezelésbe. Te egyébként ugye vonzódsz az alternatív megoldások és a természetgyógyászati megoldások felé? Hát, mert megbizonyosodtam, hogy fűben, fában található orvosság. És sokkal komplexebb a hatása a természetes gyógymódoknak, akár vegyük a legegyszerűbb, nem tudom, a bíbor színű kasvirágot, ugye, ami szintén egy immun erősítő. Nem lehet kiemelni, hogy na ezért hat, ott egy komplex hatást érünk el. És úgy vettem észre, hogy a természetben itt nyilvánul meg a természet bölcsessége, hogy... Milyen szépen mondtad. Igen, hát hogy ilyen komplex módon tud erősíteni, tehát ahhoz, hogy elérjünk egy hatást, nem csak egy bizonyos kémiai anyagra, mert ezek is kémiai anyagra van szükségünk, hanem ezeknek a enzimekre, a vitaminokra, a nyomelemekre, és ezek együttesen hatnak, meg a más biológiai aktív anyagokra, aminek talán még csak egy töredékét ismerjük, és mindig rájövünk, hogy hoppá, hát itt még ez is benne van, és még ez is. És a természet minden napra tartogat valamilyen csodát. Te a pácienseidnek alapvetően szintetikus készítményeket, vagy, ahogy mondod, ez a fűben, fában, orvosságban, tehát a növényi alapanyagú és a természetes készítményeket javaslod, vagy ajánlod, vagy írod fel inkább, vagy mindkettőt? Mert nyilván hát többféle variációs lehetőség van. Mindkettőt természetesen mérlegelek. A szintetikus gyógyszerekre is szükség van, hát nem véletlenül fejlődött az orvostudomány, és csodálatos gyógyszereket is létrehozott, de minden orvos tisztában van azzal, hogy minden gyógyszernek megvan a komoly mellékhatása. És azért próbálom a gyógyszereket, ugye, mint a komoly fegyvereket, csak akkor bevetni, ahol muszáj azonnali segítséget nyújtani, és megpróbálom a természet, ugye az egy lágyabb gyógyítás, annak a hatásával, viszont mellékhatások nélkül el lehet érni. Hát ez az óriási különbség így a kettő között. Így van, és hát a cél az, hogy ne is szedjenek gyógyszert, csak ami a legszükségesebb, tehát ahol már nem tudunk segíteni, tehát ugye ott be kell vetni a gyógyszereket, mert életmentő hatása lehet. Hát vegyük csak egyszerű példát, hogy az antibiotikumok hány ember életét mentették meg, és mit hallunk most, hogy az antibiotikumoknak köszönhetőek ugye a bélflóra károsodása, innen az autoimmun betegségek, stb. Hát rengeteg problémát is okoztak, és miért? Nem az antibiotikum a hibás, hanem az, hogy mi mértéktelenül alkalmaztuk. De beszélhetünk ugyanígy bármilyen szintetikus szerről. Mindent csak annyira kell alkalmazni, amennyire feltétlenül szükség van rá. A többit használjuk a természet erejét, mert azzal nem tudunk mellé fogni. Én azt javaslom, az utolsó percünknél tartunk, hogy akkor térjünk vissza még egy leheletnyit a cápamájolajra. Nagyon sok mindent elmondtunk már ebben a 25 percben. Kiknek ajánlod a szedését? Ki mindenkinek? Vagy kinek nem? Lehet, hogy azt kéne kérdeznem, hogy kinek nem. Mindenképpen azt mondom, hogy mindenki szedheti, mert megelőzésre jó. De a immungyenge
betegeknek elsősorban. Erről nem volt szó, hogy az immunoglobulinokat, az IgA, IgG szintet növeli, és rengeteg immungyengeségben szenvedő gyerek van. Ezeknek az első megnyilvánulása az, hogy szinte egyik vírusfertőzésből a másikba esetnek át, és állandóan valamilyen légúti hurúttal vagy más jellegű hurutos betegséggel szenvednek, nincs ellenálló képességük. Ha megcsináljuk az immunpanelt, vérből megcsinálható, és akkor kiderül, hogy hoppá, hát ez IgA hiányos ez a gyerek. Adjuk a cápamáj kivonatot, és nagyon szépen kuszik fel az IgA szintje, tehát helyreáll az immunrendszer, és megszűnnek a betegségek, de alkalmazható szív- és érrendszeri betegségek ellen, mivel a koleszterin szintet is csökkenti, javítja az erek állapotát, akkor alkalmazható különböző allergiás betegségekre, például akár a szinanátha és asztma kiegészítő kezelésére, alkalmazható a pikkely sömör és más bőrbetegségek ellen, és hát daganatos betegségek kiegészítő kezelésére is kitűnően alkalmazható szer. Itt a vége, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy Tihanyi István itt volt velünk. Feltételezem, hogy nézőink nagyon sok praktikus tanácsot hallottak, amiket érdemes megfogadni. Önöknek pedig köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Békirály Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Békirály Györgyi ékszereiről a Meril divatárul és ékszerüzlet gondoskodik.